Papp Szabi, a szupernem énekese már a stúdióban. Jó estét! Hello! Mi volt ez? Igazából ez a legújabb ilyen klippes szerzeményünk, ami a rádióban már forog, a dal címe Twist. Igazából ez egy, a Twist az egy ilyen, tudod, nem tudja bármit is értenék a tánc művészethez, de ez nyilván ez egy ilyen páros, energikusabb, lendületes tánc. És hát igazából ez a dal, meg amit így a klipet látom most a nézők, ez egy ilyen bankrablás szerelem pont röviden. Erről is szól így a szöveg, meg erről is szól a dal. És hát innentől kezdve én nagyon várom, hogy milyen kérdéseket fogsz föltenni. Mi köze van a Twisthez például? Talán a kameramozgás, minthogyha? Nem, hanem így a dolgnak a lendülete, meg igazából amikor lehet azt is mondani, hogyha mondjuk ki akarsz rabolni egy bangot, hogy gyere, akkor rockizunk egyet, vagy twisteljünk egyet, vagy akár mert lehet egy ilyen rejtett valami, akkor rámoljuk egy bangot, ez nyilván ez egy ilyen stilizált cucc, és akkor így ebből jött ez a klip, ami teljesen minimál, tudatosan trash, kettő kamerával, egyik a kamerán, másik a motorháztetőn, és akkor így ennek a kamerának így a mozgásával, ahogy én vezetem az autót borotva habban, tulajdonképpen ez egy ilyen utolsó pillanatban kitalált ügy, hogy akkor milyen maszkot vegyünk föl, és akkor így kitaláltam azt, hogy akkor inkább borotva habbal csináljuk ezt meg, ami majd lassan így lekerül, és akkor kiderül az, hogy ki énekel, vagy ki a dobos, éppen ki a gitáros, ez lehet, hogy nem derül ki a klip végére, viszont mindenképpen mókás és egyben rémisztő ez az egész. Viszont így a kamera mozgással együtt maximálisan, hogy így megnézzük így a végterméket, maximálisan illik a dalhoz, meg ennek az egész zenekarnak a lendületéhez. Nekem személy szerint egyébként nagyon tetszik. Egyedi, stílusos és tök őrült. Ennyi. Ez a borotva is jó ötlet volt, bocs, hogy így leszóltam, de tényleg jó a véleményem róla. Mik a visszajelzések? Nem tudom. Még nincs? Igazából én úgy vagyok vele, hogy nézem itt a megosztó portálokon, így ezeken a csatornákon így egy ideig el voltam foglalva azzal, hogy ki milyen visszajelzés, tehát mik így a kommentek, stb. Igazából én nem akarunk ebbe belefogni, mert mi a szupernemmel úgy állunk hozzá, amikor videóklipet csinálunk, hogy tulajdonképpen kis filmet készítünk. Na most ez a Twist című dal és klip erre a legjobb példa, hogy ez is olyan, mint egy ilyen mini mozifilm, amikor így minden történik, és soha nem unatkozol egy másodpercig sem. Úgyhogy igazából felem tök mindegy, hogy milyen zene megy alatta, olyankor rendezünk. És például ennek a klipnek így az ötlete, meg az egész lendülete a billentyűsünk agyából pattant ki, aki a klip végén marad bent a hátsó ülésen. Ha valaki azt hinné, hogy elhunyt, nem. De képzelhetjük, tehát hogyha jobban megnézed, akkor lélegzik. Uh-huh. Ez lehet, hogy így sok mindenkinek nem jön le. Én egy kicsit így el voltam keseredve, hogy Bálint, nem igaz, hogy nem szabad meghallod a videóklip végén, eleve most kerültél be a zenekarba, ki ne találtad, hogy egy olyan klipet készítünk, ahol te így meghallod, és akkor mondta, hogy nem, de hát látod, hogy lélegzem, ez lehet, hogy nem jön le. Tehát kedves nézőim, a Bálint nem hal meg a videóklip végén, ő lélegzik, hogyha jobban megnézitek a klip végén. Hál' Istennek életben maradt, de azt mondjuk lehet gondolni, hogy a bankrablás során meglőtték, és elájult, de lélegzik. Hullámzik. Nem annyira hullámzik, tényleg most, hogy így mondod. Mi lesz a következő ötletetek? Most ezt tényleg áruljam el, nem tudom. Überelitek ezt? Igazából ugye a videóklip készítés, tehát hogy ez nyilván látszik ezen a klipen, hogy inkább itt az ötlet volt nagyobb arányban, mint mondjuk ennek az anyagi háttere. Tehát hogy lehet videóklipet készíteni milliókból, lehet videóklipet készíteni pár tízezer forintból, ami tényleg egy ilyen megúszhatatlan minimál alapköltség. Ez a klip szintén egy ilyen minta példánya annak, hogy egy ilyen ötlet viszi el. Én hajlamos vagyok elszaladni költségvetés ügyileg, mert akkor tényleg akkor forgassunk ilyet, és akkor üljünk bele sok pénzt. Nem igazából pénzfüggő az, hogy egy videóklip mennyire sikeres, vagy mennyire jön át azonnal a nézőnek, aki mondjuk nem is ért a zenéhez, vagy éppen nem is ismeri a zenekarodat. Az biztos, hogy megdöbbentő. Azért is kérdeztem, hogy mik voltak a visszajelzések, de ez akkor még nincs meg. Hát figyelj, tőled már azt, hogy megkaptuk, hogy tetszik, tehát nekem ez már pont elég.
Igen, mert nagyon-nagyon furcsa. Mik egyébként a további céljaitok így? Készülnek a klippek, készülnek az új zenék? Maximálisan, igazából most az Anna and the Barbies-zal fogunk nyomni egy turnét így ősszel, ami Szegeden fog kezdődni a Jate klubban. És igazából így a Szupernember egy nagyon durva, nagyon intenzív nyarat zártunk fesztiválozás ügyileg, így az új lemezünknek a tudományos, és a Túl a frekvencián című lemeznek volt így a turnéja. És hát még mi is így fejtegetjük, hogy melyik számot hogy kéne játszani, mi az, ami belefér a repertoárba, mi az, ami nem, mert igazából a régi számokat sem szabad lehagyni, úgyhogy így még így okolunk mi is így a visszajelzésekből. Már vannak tervek, hogy elkezdünk dolgozni így az új anyagon, de igazából még váránk egy ilyen izzasztó őszi klub turnét, amikor így csöpög a plafonról a verejték. De jók, úgyhogy, is azok. Jók azok, úgyhogy így sikerült pihennünk egy, mit tudom én, két hetet is azt megtenni. Úgyhogy így belevetődünk így az őszbe, úgyhogy nem sok megállás van nekünk így nyár és ősz között. Úgyhogy. Nyáron csak itthon voltatok, vagy külföldre is mentetek turnézni? Nem járunk külföldre koncertezni, szuper, nem így gondolatilag nyilván magyar szöveggel csak is kizárólagosan, hogy így nem is gondolkodtunk azon, hogy esetleg így egy külföldi Nyugat-Európa, vagy akár Kelet-Európa turné. Mert így gondolatilag ezt így nem tudom, hogyha most ezt lefordítjuk angolra, akkor nem tudom, hogy mennyire értenék a külföldi, vagy a külhonban lévő fiatalok azokat a magyar agyból, magyar gondolatokkal, a magyar fiataloknak, vagy a magyar népnek megíródott, amit így akarunk közölni szuper nem szövegek. Úgyhogy leegyszerűsítve meg nyilván nem akarod ezt így külföld felé tálalni. Egyébként te vagy szinte az egyetlen, aki azt mondott, hogy külföld felé nem, mert nagyon-nagyon sok zenekar meg együttes van itt bent nálam, és ők mindig összek külföld. Nem azért nem, mert valamilyen megrözöttség vagy, hogy nem megyünk, dehogy nem. Csak hogy igen, tehát hogy nem ez félreértés ne essék, hanem hogy így ösztönből, így zsigerből így soha nem volt 13-4 éves már így a zenekar, hogy így soha nem fordult meg az így komolyan bennünk, hogy na akkor irány, külföld és akkor nyomás. Mi tökéletesen megvagyunk, és úgy állunk hozzá, hogy ami így ösztönből, zsigerből kijön így a zenekarból, mi azt csináljuk, és ez Magyarországra történik. És működik is. Maximálisan. Egyet még mindenképpen kérdezek tőled, hogy évvégén, mondjuk karácsony környékén valami nagyszabású koncerttel előrukkoltok-e? Szokásunk már így évek óta, hogy évvégén Budapesten egy nagyobb volumenű helyen mindig adunk egy ilyen évzáró koncertet, ez idén sem marad el. Úgyhogy úgyhogy érdemes figyelni így a zenekarnak így a közösségi oldalát, ahol mindenféle információ és gyönyörű szép fényképek, fotók és idézetek lesznek ez ügyel kapcsolatban. A decemberre is készülünk, de még a szegedi turnét azt említsd meg kérlek, hogy mikor és hol. De jó, hogy nem készültem föl ebből. Akkor igazából Facebook oldal. Így van, a Jate klubban fog ez megtörténni. Peace. Akkor figyeljétek a Facebookon. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm.